A Bethlen kormány kultuszminiszterére Füszfőfürdőn, a Klebensbergi iskolaépületben emlékeztek meg. Az öreg diákok és tanárok baráti körének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a város polgármestere nyitotta meg az eseményt. Marton Béla kitért az egykori közoktatás szervező munkásságának fontosságára, és elismeréssel szólt a rendező civil szervezet tevékenységéről, amivel a korábbi általános iskola szellemiségét ápolják a település részen. Az iskolaépítő miniszterről a Magyar Építőipari Múzeum korábbi igazgatója tartott előadást. 80 évvel ezelőtt, október 11-én hunyt el Klebensberg Kunó, aki szerintem az utókor nem ismeri igazán, hogy milyen fantasztikus munkásságot hagyott maga után. Szerencsére Füszfőn ápolják az emlékét, ugyanakkor Magyarország szerte nagyon sok helyen nem tudják, hogy például az az 5000 tanterem, 5000 tanítói állást, 5000 tanítói lakást, aztán legalább 100 000 analfabetizmus megszüntetést hozott magával, ami már egy csoda. Aztán, hogyha folytatnánk azzal, hogy például a testnevelési főiskolát ő hozta létre, hogy nem csak az ész és a művelt fő kiművelésén gondolkodott, hanem egyáltalán a testkultúrának az alakításán. Az okleveles építészmérnök elmondta, Klebensberg nevéhez fűződik több egyházi épület, így a Szegedi Dóm, a Domtér és a Nemzeti Panteum megépítése is, valamint a határainkon túl létesült, ma is működő Collegicum Hungaricum hálózat létrehozása.